az elkötelezettség nagyon meghatározza, hogy hogy fog teljesíteni a munkatársat, hogy mennyire elkötelezett. És ezt nagyon érdekes látni a, a fiamnál, például aki egyetem mellett éjszakánként dolgozik hétvégén egy bárban, egyszerűen felszolgál, hogy keresen saját zseppén, saját magát e, tudja finanszírozni, úgymond, amellett ő persze itthon lakik nálunk, és nyilván Mama Hotel van természetesen. De szorgalmasan dolgozik hétvégéken, pénteken és szombaton esténként. Még azt is bevállaltam, hogy éjjel én megyek értem, mert nincsen se közlekedés, semmi grázban ilyenkor már. És jó volt láttam, amikor értem, megyek éjjel volt, hogy éjjel egykor, kettőkor, háromkor, ő zárt, hogy, hogy gyakorlatilag milyen lelkismeretesen, milyen klasszul, milyen, milyen felelősséggel, elkötelezettséggel rakta össze a, a bárt, amikor vége érte, véget érte, elmentek már az ügyfelek, a pénzügyeket a takarításhoz, úgy nem ők ta, takarítanak, takarítónak vannak, de hogyan rakott le mindent, a pénzeket, az elszámolást, a jattot, kiszámolni egyébként. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt látni a felelősséget. És ez egy, hogyan tud ez megtörténni? Az egyik fontos, ami nagyon feltűnt Magyarországon, sokkal jobban kontrollálják az embereket. És itt Ausztriában sokkal több felelősséget ruháznak rá. Ezt Maxwell úgy fogalmazza, hogy hogy felhatalmazó vezetés. Tehát úgy hatalmazzák fel, hogy bíznak benne, rábíznak dolgokat. Nyilván betanítják, nagyon jól betanítják, ez egy lényeges dolog, de onnantól bíznak benne. Nyilván a kiválasztás is fontos, tehát nyilván a kiválasztással nagyon sok úgymond, rossz embert meg tudsz meg tud szűrni, de elsőre nem fog sikerülni legtöbbször a jó embereket kitalálni, és azért van fluktuáció, ami egyébként olyan, mint egy bár, annál elég gyakori a fluktuáció, tehát az a négy bárból álló tulajdonosi csapat, aki, aki ezt menedzseli, ott van nem tudom, 20 emberük, azért nyilván van állandóan cserődés, tehát ezt fel kell fogni, hogy ez egy normális dolog fluktuáció, nem egy katasztrófa. Amit én látok, hogy egyrészt mondom, felhatalmazni kell, tehát kell adni felelősséget az embereknek, hogy, hogy tudjanak élni vele, és tudjanak jól teljesíteni. Nyilván, hogyha valaki nem tesz el kell távolítani. A másik pedig az, hogy dicsérni kell. És ez ma, ma, Magyarországon pláne, ahol nincsen ez a tapsolós, elismerős kultúra, mint Amerikában, ez nagyon sok vezetőnek nagyon nehezen megy. Nekem is nehezen ment, meg kellett tanulnom. De hidd el, hogyha megtanulod, úgy, mint hogy az angolok megtanulták, hogy how are you, holott rohadtul nem érdeklő, hogy tényleg hogy vagy, Bocsánat. Szóval nem érdekli, hogy hogy vagy valójában, de megkérdez, hogy Havárió, mert megtanult, és a másnak ez jól esik, vagy legalábbis a tudatalatinájának jól esik. Ugyanígy az elismeréssel, ugyanezz, ugyanebből induljál ki, hogyha megtanulod, és először csak uh, inkább erőltetett szokásnak tűnik, de megdicsérsz. Nyilván tudnod, hogy mit dicsérsz, mit nem, majd erről beszélünk lehet, hogy a webinár is szóba kerül, ez ami március 8-án lesz 19 óra, itt a YouTube csatornán. De ami nagyon fontos, hogy ez egy szokássá kell alakítani. A szokássá, én németbe is, herszike dank, nem, nem Danke", hanem, dank, hanem ezt tanultam meg. Tehát tanulj meg úgy megköszönni, hogy ez megkülönböztető legyen, és egyébként az emberek többsége, például dolgozik valahogy egy eladó vagy egy felszolgáló, nagyon-nagyon kevés dicséretet kap. Jó, ugyan időnként mesél a fiam, hogy ez vagy az megdicsérték, de nem nagyon kapnak az emberek a munkájukon. Plána valaki bendolgozik egy irodában, mint könyvelő, ki a fene dicséri, amikor senkivel se találkozik. Tehát a dicséret az olyan a léleknek nyilván a megfelelő teljesítményhez, és ami fontos még, hogy akkor is kell dicsérni, amikor csak simán teljesít valaki. Amikor meg túltest, akkor nyilván, amikor extrát nyújt, akkor meg nyilván jobban. De ami nagyon fontos, hogyha kialakítod ezt az elköcsönség és felhatalmazást és bizalmat az emberekbe, akkor jobban lesznek önjáróak, mint ha többet kontrollálod őket. De ez hazátazik azt, hogy viszont nem teljesítenek, akkor ezt nem szabad tűrni. Jó, tehát ez nem azt jelenti, hogy bízunk benne, bízunk benne, aztán jól el mm, aztán, aztán lesz, ami lesz, és egyre kezelhetetlenebb lesz, nem. Tehát nem szabad tűrni a nem teljesítést. Tehát az egyik kulcsa, érzed már a videóimból, ez egyik kulcsa annak, hogy tényleg jó eredményt érjél el. Na, hát ezt javaslom neked már, hogy gondolkozz el ezen, illetve írd a március 8-19 óra, vagy ha még nem regisztrált, akkor regisztrálj a sikervitamin.hu-n, vagy az exponencers.hu-n bármelyiken, hírlevelet fogunk róla küldeni, és időben fogsz róla értéstést kapni. Dr. Pető Benzével tartjuk ezt a webináriumot, amely egyébként egy bevezető, egy felkészítő lesz egy olyan workshopra, ami abszolút egyedülállóan nagy teljesítményt és eredményt hoz neked. Arról fog szólni, hogy hogyan tudsz jobban vezetőként kommunikálni a munkatársai, de ez gyakorlatok, konkrét feladatok lesznek, egészen hogy aha élmények szoktak lenni, egészen megváltoznak az emberek ezután, és nagyon érdekes volt hallani egyszer-kétszer, amikor azt mondták, István, te képzeld, elkezdtem beszélgetni úgy, ahogy beszéltük és tanultok a munkatársakkal, és tök érdekes, mert egyrészt ők is érdekesek, másrészt nem utálom annyira őket, mint az előtt, amikor elzárkózott, és jobban teljesítenek. Szóval ezt az aha élményt, ezt a tudást fogjuk átadni. Ezt nem lehet csak elméletbe átadni, ezért egy workshop lesz gyakorlatokkal, Páros és, és csoportos gyakorlatokkal uh, len leszünk kezd helyen 29 március, majd időben rá jelentkezni. Addig is sok sikert, szép napot ciao!